Édesapám bányász volt, itt Jukó völgy, pardon, Jukó bányában fejezte be a pályafutását, vezetőaknászként, és itt egy 70-es, 80-as években itt egy felhőtlen boldog élet zajlott. Aztán fokozatosan romlott a helyzet, és most az elmúlt pár évben jelentkeztek újabb problémák, amik már nem tudunk kezelni, nem tudunk védeni. Ezek közül a legsúlyosabb probléma egy-két éve jött elő, hogy rendszeresen idézőjelben postolgatják a telket, tehát vágják le, flexel a kaput, amit bejelentünk a rendőrségnek, és a rendőrség nyomozást indít, megállapít egy kárértéket, nyomozást indít, és akkor utána kapunk egy nyomozás megszüntető határozatot, ami nyilvánvaló, hogy ha bármi hasonló történik, hasonlóra számíthat. Igen. Jól látom, hogy a kerítést is elvitték, ugye? Most az történt, ez a legfrissebb, igen, hogy itt volt, és azonban a legnagyobb baj, hogy ez már a második kerítés. Mi már közvetlenül a Dükk mellett vagyunk, itt már a Dükk egység kezdődik, de mi már két közel 10 méteres szakaszt veszítettünk. Egyszer egy betörés miatt azt inkább azt mondtuk, hogy veszem. Most megint megtörtént. Most már ezt a pontheggesztett vas kerítést körbe látja. Igen, körbe. A mácska nyomait látjuk, igen. Nagyon nagy bűn szerintem a városvezetésnek az, hogy ráengedték erre az agglomerációra, főleg arra a részre, ahol vagy esetleg házas pár, hát nem tudják meg. Most az édesanyám is itt él, ugye? Én édesanyám is itt él. Amikor édesanyám nagy nehezen ezzel a járóbottal, vagy mivel... Mozgáskorlátozott mozgás, nagyon igen erősen, és nem változik az állapota. Eljött idáig, és kikiabált, és halálra váltam, kikiabált. Mondta, hogy hívja a rendőrséget, neki fog meg kutya, és akkor ezek meg... Itt, akik ráérnek, visszakiabálták, hogy majd a kutyát azt is elintézik. És el is intézték. Hát az egyiket már előtte, és most meg eltűnt, már a híradóra eltűnt a másik. Tulajdonképpen három nap ezelőtt még volt három kutyájuk, ma másik egy. Jelen pillanatban egy. És ha jól tudom, akkor meg is fenyegették az édesanyját? Igen, mondták, hogy jönnek vissza. Tehát itt vagyunk, akkor amit az előbb az úr beszélt, itt van a kerítésnek a nyoma. Jól látható ott, még ugye ott van a pontheggesztett háló. Az oszlopnál, és itt már lehet látni, hogy nem. Itt pedig hát látjuk a szétszedett ingatlan. Itt közelebb megyünk. Akkor látjuk a rendnek a Miskolci példája. Tehát azt gondolom, hogy egyértelműen mutatja, hogy mi a helyzet Jukóvölgyben, és hát ez most már sajnos majdnem a következő városrész, tehát Perecs. Azt tapasztalom nagyon sokszor ezekben a hétvégi házakban. Önnél itt láttuk, hogy van fürdőszoba, van normális konyha, van kémény, tehát gyakorlatilag több millió forintért felújított ingatlanról beszélgetünk. Több évtized alatt van, és két igen, ház van. És ugyanakkor meg azt látjuk, hogy vannak olyan mélyigénytelen emberek, akik megkapják a lakcímkártyát gyakorlatilag mindenféle feltétel nélkül, és ez a következménye annak egyébként, hogy azok, akik itt becsülettel végzik a dolgukat, azok egyébként ilyen helyzetbe kerülnek. És ugye az előbb beszélgettünk arról, hogy az elmúlt két-három évben még rosszabb lett a helyzet, mint volt? Tulajdonképpen igazán az elmúlt egy évben gyorsultak fel az események, ma már kezelt. Ma már azt mondom, hogy nem csak arról van szó, hogy az itt lakó adófizető állampolgárok nem tudnak autóval tisztességesen feljutni az ingatlanjukhoz, ami szerintem tűrhetetlen, és ezt már rengetegszer bejelentettük. Nem csak az, hogy illegális szemét alakú helyek létesülnek egyre gyakrabban, hanem az is most már, és hát ez legfontosabb sajnos, hogy 40 év után minket, és most keresünk a módját, elviszük anyámat, és keresünk a módját, hogy mivel ez nem
nem piacképes körülmények miatt valamilyen alapítványnak. Próbálták eladni egyébként az ingatlan? Hát ennek, valaki meghallja, hogy hol van. Akkor nem ad érte semmit. Nem, nem. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy életmunkája mehet itt tönkre, hogyha... Több életmunkája. Hát a másik házam előtte van, abban én fektettem, az minőségi anyagokban van, belti szigetelés és a többi téliesítés. Meg hát itt van édesapám eltemetve, ez az élet. Persze, tehát nyilván az ember érzelmileg is kötődik ahhoz a tájhoz, azt én is így gondolom egyébként. Tehát nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi tár is hatalmas. Szép, hát ez a bűk. Igen. Ez egy gyönyörű, jönnek az erdei madarak. Ráadásul ugye azt szokták mondani, hogy öreg fát nem jó átültetni. Tehát, hogyha az ön édesanyja itt élte le az elmúlt 30 évet, 40 évet, akkor bizony nagyon-nagyon nehéz lesz neki innen elszakadni, főleg ugye, hogy a kedves férjének is a sírés itt található. Még most is próbálja húzni, hogy mindennek ellenére őszintén talán a fűtési díjnek maradjon, de ismerve ezt a tegnap reggeli esemény sort, mert töltünk a családdal. Az a baj, hogy a teljes völgyfelüli frontot elpusztították. Vagy lebontották, vagy leégették szisztematikusan. Lyukó völgyfelüli frontról. Igen, tehát mivel mi egy hegygerinc vagyunk. Igen, tehát tulajdonképpen ugye, hogy mindenképpen itt vagyunk a peretves Lyukótól elválasztott hegygerincnek a tetején, és gyakorlatilag ami a lenti frontról, azt mondja, hogy a Lyukó völgyfelüli front. Ez fontos, tehát a hegygerinctől a Lyukó völgy felé eső rész, a alattunk levő utca, ott mindegyik ház, ha végignéz ezen a ott nincs ház, ott volt körülbelül 10 ház, 10 szalagtelep, mindegyik megszomozott.